A fenyvesekkel körülölelt kis csíkszéki településen, Csíkszentléleken él és dolgozik Szász Róbert fa- és csontfaragó mester. A férfi majd 2 évtizede foglalkozik fafaragással, pár éve azonban új alapanyaggal hódol szenvedélyének, szarvasagancsokból készít szebbnél szebb tárgyakat. Kíváncsisága, no meg egy jó barátja irányította a csontfaragás felé. 90-es évek elején, meg közepén tanultam fafaragást, az az igazi tanult szakma. Hát közel 20 évig csak azt faragtam, fát, többnyire most is faragok, de mindig is izgatott egy kicsit, hogy egy más anyaggal, nemesebb anyaggal megpróbálkoznék. És van egy nagyon jó barátom, aki már régebb is űzte ezt az ipart, és egyszer mondta, hogy jó, gyere át, megmutatom. Attól kezdve nem volt megállás. Róbert egyre szenvedélyesebben vetette bele magát a csontfaragás művészetébe. Ebből egy csillár kellene, hogy készüljön egy barátomnak. Gondolkozok rajta, hogy mit faragjak bele a rózsájába, de több mint valószínű, hogy egy bika fej lesz benne, egy szarvas bika. A férfi takaros műhelye családi házuk udvarán kapott helyet, ahol a vésők mellett fogászati fúrók és csiszolók sorakoznak. Róbert nem titkolja, újabban a nem éppen faragó mesterek kelléktárába illő eszközöket használja gyakrabban. Amikor észrevettem, hogy milyen szép dolgokat lehet kihozni a csontból, kezdtem is hanyagolni a fát, ezért néha úgy magamban még elnézést is kértem a vésőktől is, hogy eléggé beporosodtak néha. A csontfaragás aprólékos és precíz hozzáállást követel. Rengeteg idő és apró fúrások, faragások milliói után az agancsrózsa teljesen más formát ölt. Róbert általában az erdőben található állatokat formázza meg, természet szeretetét erdész édesapjától örökölte, akivel gyerekkorában gyakran járták a közeli erdőket. Szeretem nagyon a természetes dolgokat, a természetet, azt nagyon-nagyon szeretem. Mindig próbálok valamit meríteni belőle, újat, ha látok, megjegyzem, hazajövök, megpróbálom, lerajzolom. Ha nem jön össze, még ha visszaemlékszek, akkor megint megpróbálom. Jó, keményen tartod meg. Az. Jól van. A mester két fia közül a kisebbiket, Rolandot is gyakran meg lehet találni édesapja mellett a műhelyben. A kisfiú nagyon érdeklődik a csontfaragás iránt. Úgy gondolom, nagyon jó időtöltés, és szépek, amiket tudunk alkotni. Róbert feleségével, Mónikával együtt korábban Budapesten is dolgozott, de mindig is egyértelmű volt számára, hogy a jövőjüket Székelyföldön képzelik el. Soha nem fordult meg a fejembe, hogy ott maradok. Mindig is tudtam, hogy haza fogok jönni, haza is jöttem. Hát ugye az ember fiatal, elmegy szerencsét próbálni, dolgoztunk. A feleségemet is ott ismertem meg Magyarországon, de tehát nem is volt egyáltalán gondolatomba, tervembe, hogy én ott maradok. 5 évek határozottan, hogy haza szeretett volna jönni, ezt már ott kint is többször mondta. Nekem is lejárt a tartózkodási engedélyem, így úgy döntöttem, hogy mivel, hogy már előtte néhány hónappal a kezemet is megkérte, hogy akkor én is hazajövök. És azóta itthon vagyunk együtt. Együtt házat építettünk, és azóta eltelt 18 év lassan. A csíkszentléleki csontfaragó műhelyben változatos mintájú és formájú dísztárgyak százai hagyták már el a faragópultot. Róbertet minden kis elkészült darab örömmel tölti el, és különösen büszke arra, hogy kisfia is komoly érdeklődést mutat a ritka mesterség iránt.